A mai webináriumon szeretnék nektek megmutatni, hogy ahogy Attila is mondta, inkább most már harmadik alkalommal hogyan készül a Pertrika kódolás hetére, és azt szerint szeretnénk megmutatni, hogy ki milyen feladatot vállalt ennek a szervezésében. Az iskolánkban ugye három szakirány található meg, a környezetvédelem, a vegyészet és az informatika. Ezért az egyik legnagyobb kihívás minden évben az, hogy elhitessük a részvevő diákokkal, amikor ezt hallják, hogy a kódolás az nem csak a programozás jelenti, és ez egy olyan hét, ami nem csak az informatikusoknak szól. Ez a célkitűzésünk immár harmadik éve, hogy ne csak fiúkat szólítsunk meg, nem csak informatikusokat, valóban minden korosztályt és minden szakmacsoportot tudjunk bevonni. Immár az is elmondhatjuk, hogy szokásunká vált, hogy külső szakértőket vonunk be. Az idei évben ezt sikerül, reméljük, nemzetközi szintre emelni, és évről évre egyre több kollégát tudunk mozgósítani, ami szintén nagy büszkeség. Ahogy látjátok az itt kikerült plakátot, egy picit túl sok sorozatot nézett mindenki a tanárok közül, főleg én, ezért nyomozás irányába indultunk el, és át is adnám a szót kolléganőmnek, Kulcsár Anikónak, aki segít egy kicsit arról mesélni, hogy hogyan is ötleteltünk, hogyan is született meg ennek a kódolás hetének az ötlete. Szóval mindenki, szép jó estét kívánok mindenkinek. Az előkészületekkel kapcsolatosan, hát ezt még ugye a COVID-os tanév végén már elkezdtünk agyalni egyébként azon már online formában az évjékkel, hogy fog kinézni akkor az idei évben ez a kódolás hete, illetve milyen, tehát hogy már elkezdtünk összetelni azon, hogy milyen dolgokat lehet bevenni ebbe a történetbe idén, és próbálom léptetni a diát, de ja, igen, csak kicsit le van lassulva. Szóval a lényege az volt a történetnek, hogy elkezdtünk agyalni már a múlt tanév végén, tehát ez volt az első feladatunk, hogy akkor ezt a közösségi oldalakon népszerűsítsük a programot, amelynek során használtunk különböző eszközöket, mint a Canva, Gimfi, az ImageFlip, és ugye a csapatok jelentkezését, azt fogom későbbiekben fogunk beszélni majd róla, ilyen Google űrlap segítségével oldottuk meg. És igen, az Évi említette, hogy igen, az első ihlet az tulajdonképpen egy kicsit ez a túl sok sorozat nézés, a nagy pénzrablás volt az, ami így elindította tulajdonképpen a fantáziánkat, aztán ebből kerekedett egészen más dolog így, de akkor kicsit majd később beszélek erről, és tehát, hogy ez ami így beindította, tehát, hogy akkor egy ilyen büntény felgörgetésével kapcsolatosan próbáltuk ezt a kódolás hetét felfűzni, gyakorlatilag egy ilyen történetszára, ami az egész hetet átöleli. Úgyhogy ez egy picit ilyen újítás a tavalyi évhez képest. A diákok toborzását szeptembertől elkezdtük összerakni abban a formában, hogy az előző felsorolt eszközöket használva különböző online és offline plakátokat, illetve hirdetési formákat találtunk ki, és tehát ahogy itt lehet látni, hogy az iskola falain, illetve az iskola Facebook oldalán, meg mindenféle ilyen közösségi oldalán megjelent a felhívás arra, hogy csapatok jelentkezhetnek mindenféle szakirányból, korosztályból, akik az iskolában járnak, arra, hogy felderítsék ezt a büntényt, amiről majd egy picit később fogunk majd beszélni. Használtuk az iskola rádiót is a hirdetések, vagy a csapatok toborzásához, illetve ugye, amint már említettem az előbb, ez a Google diának, vagy a Google űrlapnak a segítségével véglegesítettük a csapatok jelentkezését. Megpróbálom léptetni, de nem nagyon, ja igen, itt van, és akkor itt lehet már látni ezt a Google űrlapot, ami tulajdonképpen arra szolgált egyrészt természetesen, hogy a csapatok bejelentkezzenek, illetve egy ilyen mini felmérést is készítettünk arról benne, hogy kinek mit jelent a kódolás, és ez egy ilyen kis tudásfelmérés volt, itt születtek különböző érdekes válaszok, de ugye ami ennek az egész hétnek a lényege az, hogy egy picit így lebontsuk ezt a falat
a körül, hogy a kódolás az ugye csak informatikusoknak és csak programozóknak szólhat. Ezért, hogy voltak olyan gyerekek, akik diákok, akik mondjuk vegyészként vagy környezetvédőként jelentkeztek be a programba, és tehát ugye itt született ilyen válasz, hogy valami, amit az infosok csinálnak, és nem értünk hozzá, de írtak sok érdekes dolgot az előzetes tudásfelmérésben, hogy új dolgok létrehozása, kreativitás, logikus gondolkodás egyesülését jelenti számukra, egy titkos nyelv, ugye, hogy mit jelent számukra, tehát jövőpénz, technika, tehát ez egy nagy prostáns megválaszolása a kérdésnek. Úgyhogy ehhez hasonló tudásfelmérés is készült a csapatok bejelentkezésével egy időben. A feladatkészítés háttereként különböző eszközöket használtunk, amelyek ilyen gamification lapokra, tehát azokon fekszenek, illetve megpróbáltuk a kódolást összekapcsolni egy kicsit a közismereti tárgyakkal, gondolok itt a földrajzra, az angol nyelvi civilizáció tantárra, egy kis kémiát is belecsempésztünk, földrajzot, geolokációs feladatokkal, de ezekről majd az Évi fog majd többet beszélni. És hát ugye a mi újdonsága az előző évekhez képest az hogy megpróbáltuk egy ilyen történetszára felfűzni az egész hétnek az eseményét, tehát nem az van, hogy minden nap valami teljes, tehát hogy különböző dolog történik, ami nem függ össze a másikkal, hanem itt van egy kezdete az egész sztorinak, és van egy végkifejlete a hét végén, ami egy ilyen közös eredményt hoz majd, és hogy ez, tehát hogy úgy gondoltuk, hogy ez a csapatmunkában is egy ilyen nagyon, nagyon pozitív dolog, hogy így lehet látni azt, hogy akkor egy történet, akkor honnan indult és hova fejlődött. Tehát, ami célunk volt természetesen az, hogy ugye a nem informatikus diákokat is minden nagyobb körben vonjuk be, új kollégák bevonása is cél volt, tehát azoknak a kollégáknak a bevonása, akik eddig csak kívülről nem résztvevőként figyelték az eseményeket, és most ők is annyira megtetszett nekik a digitális témahét, a tavalyi kódolás hete programok, hogy azt érezték, hogy ők is szeretnének minél inkább bekapcsolódni ebbe az egészbe. És hát ugye nem utolsó sorban beszélnünk el itt a vetetőség támogatásáról, tehát hogy az iskola vezetés tényleg teljes merszélességgel benne van a történetben, mindenről szeretnének tudni, minden lépésről, hogy hogy alakul a program, mire van szükségünk, tehát abszolút élvezzük az ő támogatásukat. A maga a stábnak, akik az egész hetet összeállították, a munkamenete az ilyen heti meetingek keretében zajlott. Nagyon sok esetben kikértük a nagyobb diákok, azoknak a diákoknak a véleményét, akik már részt vettek előző kódviketken, és tudtak mondani véleményt arról, hogy akkor mi az, amivel lehet még dobni a dolgon. És akkor, mikor már így összegyűlt rengeteg dolog, meg rengeteg ötlet, akkor így leültünk, és elkezdtük leegyszerűsíteni az egészet, és összerakni egy darab történeté az egészet. Jó, és akkor kicsit áttérnék a nyomozás kerettörténetére, ami ugye, hát itt az előbb beszéltünk arról, hogy akkor ugye az eredeti ötlet ebből a nagy pénzrablásos sorozatból indult, de a rengeteg ötletelés során eljutottunk a Szent Grálig és a Monty Pythonos filmig, úgyhogy a gyaloggalop filmig, úgyhogy nagyon sok mindent beleszőttünk ebbe a történetbe, tehát hogy arról szól a kerettörténet, hogy a Patrickhez vezet minden olyan bünténynek az elemei, ami tehát, hogy a Patrickhez kapcsolódnak tulajdonképpen a sztorinak az elemei, és minden egyes nyom, ami ehhez a bünténhez kapcsolódik, az itt található meg, és hát belevontuk az igazgatói irodától elkezdve a teljes épületet, illetve Zuglónak, István mezőnek különböző jelentősebb épületeit is, úgyhogy ez egy ilyen nagyon átfogó történet. A lényege az, hogy különböző értékes műkincsek tűntek el az igazgatói irodából, és hogy meg kell találni a rablókat, illetve fel kell kutatni hogy kinek mi volt az indítéka, miért rabolták el az adott tárgyat az igazgatói irodából, illetve hogy nyomozták ki azt, hogy tulajdonképpen mi az és mi a lényeg ennek az egész dolognak. Jó, és mind arra törekedtünk, hogy ennek az egész történetnek nem akarok többet elmondani róla, mert
mert hogy lehet, hogy vannak olyan hallgatók is, akik mondjuk versenyzők, de hogy arra törekedtünk, hogy az egésznek egy ilyen nagyon pozitív végkicsengése legyen a végén. És akkor itt a kapcsolattartás a csapatokkal elmondanám még, hogy akkor azt, hogy alakítottuk ki. Ilyen Teams-es csoportokat hoztunk létre a meglévő, tehát ilyen 4 fős csapatok indulhattak, 12 csapatunk jelentkezett az iskolából, és ilyen Teams-es felületen csoportok formájában és titkos csatornák formájában tartjuk a csapatokkal a kapcsolatot, és folyik velük a kommunikáció. Egész hét során ezt tervezzük, úgyhogy már el is indult a felkészítés, tehát az első lépés az volt, hogy 7-én tartottunk minden csapatnak egy rövid eligazítást arról, hogy mi vár rájuk az egész hét során, és akkor itt elmondtuk, hogy akkor melyik nap, körülbelül mi az, amire számíthatnak, és akkor hétfőn reggel 8 órakor indul a történet. És átadom, visszaadom a szót az Évinek. Köszönöm szépen Anikónak azt, hogy elmondta, hogy hogyan készültünk. Remélem a hangjából ti is éreztétek ezt a kitörő lelkesedést, amivel tényleg részt veszünk évről évre ezekbe a programokba. Szeretnék kicsit egy pár eszközt javasolva is nektek megmutatni, hogy hogyan is gondoltuk ki ezt a nyomozást. Ahogy Anikó is mondta, nagyon sok ötletünk volt, és a végén eljutottunk odáig, hogy már sokszor mi sem értettük teljesen, hogy mit csinálunk, de reméljük, hát ezért vannak most nyomozó csapataink, hogy ők segítség ezt majd nekünk megoldani. Nagyon fontos, hogy már az első nap szeretnénk aktív részesévé tenni valóban a résztvevő diákokat, ezért amint megérkeznek, fognak kapni egy ilyen nyakba akasztható logót, amit láthatjátok, a Patrick Kódvikes logó fog díszíteni, illetve nagyon fontos, hogy a Patrick Special Police-nak lesznek a különleges ügynökei, akik nyomozni fognak az irodában, tehát teljes mértékben hivatalos, nyakba akaszthatós belépőket kapnak, és csak ezzel léphetnek be a különböző feladatok helyszíneire. A Canvával készítettük egyébként ezt a Special Police-os logót, és itt láthattok egy linket, egy nagyon egyszerű Word sablont használtunk a elkészítéséhez a magának a rendőrigazolványnak. Amit az első nap megkapnak a diákok, nagyon nehéz volt, hogy hogyan is találjuk ki azt, hogy a diákok le tudják ezt szűkíteni X darab elkövetőre, az nem más, mint az úgynevezett beléptetési jegyzőkönyv. A beléptetési jegyzőkönyvnek az a funkciója, hogy azt találtuk ki, hogy a portás a bűncselekmény előtt ugye felírta, hogy kik mikor érkeztek meg az épületbe, írt róluk még egy pár dolgot, illetve azt is, hogy mikor távoztak. Viszont sajnos vírusos lett a gépe, ezért a diákok ezt a beléptetési jegyzőkönyvet bizonyos információk hiányában kapják meg. Itt láthatjátok, minden nagyon nehéz írásjelet bevetettem a Word-be, meg hashtageltem a meglétező jegyzőkönyvet, és igazából azt találtuk ki, hiszen mi szeretnénk, hogy itt a kódolás az algoritmikus gondolkodás és a probléma megoldás legyen, hogy a diákoknak adott lesz 30 belépő, akik a bűntény előtt megérkeztek az iskolába, és az egyes feladatok megoldásával szűrni fogják majd, minden feladatért hintet kapnak, amivel ezt az adott adatbázist tudják majd ők szűkíteni, tudják szelektálni az információkat, reméljük eljutnak odáig, hogy rájönnek, hogy ki is a tettes. Itt láthatjátok a tett helyszínét. Első nap helyszíneléssel fogunk kezdeni, és ez nagy fejtörést okozott nekünk, hogy hát csak nem lehet az igazgató irodába helyszínelni, ezért kedves kollégánk segítségével készítettünk ilyen before-after fotókat, hogy néz ki normál esetben az igazgató iroda, illetve a bizonyos bűntény után hogy nézett ki. Ezt megkapják a diákok kinyomtatott képbe, meg tudják majd vizsgálni, mi tűnhetett el. Természetesen azért utána rendet rakunk, de tehát, hogy szerintünk így történt ez a bizonyos bűntény. Mint már említettem, első nap helyszíneléssel kezdünk. Itt láthattok pár eszközt, amit használtunk ahhoz. Ugye hát milyen nyomokat hagyjunk magunk után. Az egyik kedvencünk a Fódinak volt ez az újságcikk generátora, ahol láthatjátok, készítettünk egy olyan újságcikket,
amit ott hagyunk szétdarabolva, hogy nekik kelljen összerakni, arra utalva, hogy valóban itt valami műkincsekre szakosodott rablócsoport garázdálkodik a Patricknek a környékén. Készítettünk például kamu blokkot a Fake Receipt segítségével, arról, hogy ez is egy utalás arra, hogy mikor járhattak ott például a nyomozók, illetve itt láthatok a Festisite segítségével mindenféle áldolgot lehet készíteni, például mondjuk egy jogosítvány, egy Mastercardot, amiből ugye látjuk, hogy például ez egy Patrickes tanáré, és ebből reméljük már szűkíteni is fogják majd a gyanúsítottak körét. Tehát ezzel fogunk reméljük hétfőn kezdeni, hogy mindegyik csapat 20 percet kap rendes sárga szalagos kordonnal, hogy helyszíneljen az igazgatói környékén. Igen ám, de ezek a betörők azért nem voltak valami profik, hagytak új lenyomatokat is, egész egyszerűen QR kódok formájában. Ezek a kódok olyan feladatokat rejtenek, amiket szintén a diákoknak meg kell oldani, le kell adni, és már, mint említettem, mindegyik feladat megoldásáért egy olyan értékes információt kapnak, amivel szűkíteni tudják majd a gyanúsítottak listáját. Anikó említette, hogy több tantárgyat sikerült bevonnunk ebbe a kerettörténetbe. Itt például kémiás és informatikai jellegű feladatok is vannak. Valóban ugye minél több kollégát tudtunk bevonni, annál nagyobb ötletbázisból tudtunk mi is gazdálkodni, és például ezek a szuper QR kódok is ilyen nagyon kreatív feladatból születtek. Itt láthatjátok bal oldalt, hogy magát a helyszíneléshez készült képeket, és ugye jobb oldalt, hogy ők így fogják megkapni szétdarabolva, még azóta már egy BKV bérlet is hozzákerült, amit majd ott hagyunk a helyszínen, illetve láthatjátok a kép alsó sarkában az elkészült jelvényeket, a szalagokat még várjuk hozzá, hogy érkezzenek, de a jelvények már elkészültek, és várják, hogy a nyomozók felvegyék hétfő reggel. Szeretnénk titkos üzenetet is otthagyni UV-filccel a TED helyszínén, akik esetleg tavaly is hallgattak minket, tavaly is volt egy ilyen trükkünk a szabadulószobában, ez most is ott lesz, és hát reméljük, hogy majd feltalálják magukat a diákok, és fogják tudni érteni azt az üzenetet, ami el lesz rejtve. A második nap, hát szeretnénk a diákokat, ugye Anikó annyit mondott el, hogy valahogy a Szent Grál témaköre bejön a képbe, ezért a műkincsrablásra szakosodott ugye ez a banda, ahogy már említettük, és úgy gondoltuk, hogy ehhez a Europeana adatbázis szeretnénk felhasználni. A Europeana programban már 2 éve részt vesz az iskola, ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kulturális tudásnak az átadását is, ami sokszor úgy tűnik, hogy elég távol állhat az informatika világától. Itt is a feladatok megoldása közelebb viszi a diákokat a kulcshoz, egészen pontosan a gráz témaköréhez fogja majd őket közelíteni. Nagyon fontos, hogy itt sem készen kép érkeznek a válaszok, tehát az egy-egy feladatot, ha megoldják, egy-egy kódot lekódolnak, mondjuk meg kell valamit keresni a Europeanán, és mondjuk az adott képnek a helyszíne az a megoldás, amit itt láthattok, Google űrlapban készült, és egy ugye szabaduló szoba jelleggel csak az adott mondjuk négy számból álló megoldás nyitja ki, vagy akár egy 10 betűből álló zár. Mind-mind ugye tehát a grál témakörére utal. Milyen trükköket használtunk ehhez? Nagyon tetszett ez a bal oldalt látható, ez a heart chart decoding, ami valójában egy első látásra tűnik csak bonyolultnak, de egyfajta ilyen stresszlevezető feladatnak is jó lehet. Például készítettünk ezzel rejtvényt, illetve nagyon megtetszett nekem ez a flip your text, ahogy láthatjátok itt is van megfordítva egy válasz. Itt igazából a beírt szöveget úgy forgatjátok, ahogy csak lehet, és hát ez is egyfajta érdekesség, és másképp gondolkodást igényel a diákok részéről. És még egyszer mondanám, hogy nagyon fontos, hogy egyik sem kész válasz, tehát nem az a válasz, hogy akkor elolvasom visszafele a szöveget, hanem azzal még kezdeni kell valamit, hiszen ugye nem az életben sem készen kapjuk sokszor a válaszokat.
A többetek által ismert már Jigsaw planetes kirakó is van benne, ez mindig nagy sikert adott a diákok körébe, illetve ezt a PigPen Cypher-t használtuk még, ami a tesztelő kollégákon volt, hogy kifogott, de ez is egy nagyon érdekes kódfejtő feladvány a diákok számára, amit reméljük majd ők sikerrel fognak venni, de ez is számunkra egy újdonság, korábban még nem dolgoztunk vele. És ami nagyon fontos, hogy megoldják ezeket a Europeanás feladatokat, annak az eredménye az lesz, hogy interjút készíthetnek a szemtanúval, aki nem más, mint egy külföldi cserediák, aki pont látta a betörést. Hát valójában a külföldi cserediákunk egy mi úgy csak úgy hívjuk, hogy VIP tanuló, Bruno, akiről már többször beszéltünk mi is előadásokhoz. Ő aktív részese volt az eTwinning digitális témahét és kódolás hete programoknak, és semmivel sem tudjuk távol tartani, és nem is szeretnénk ezektől a programoktól, és most is önzetlenül felajánlotta a segítségét. Aki ki tudja az előbb látott Google űrlapot tölteni, az kap egy kódot, ami egy jelszó egy védett linkhez, ahol időpontot tudnak foglalni, itt láthatjátok az alsó sarokban, hogy Brunóval mikor tudnak angolul, hiszen ugye külföldi cserediákról van szó, mikor tudják a csapatok kihallgatni. 10 kérdést tehetnek fel neki, mi megadtuk ezek elnézést, 10 kérdésből választhatnak, amiből 4-et tehetnek fel, azt szerint, hogy nekik milyen információra van szükségük, angol nyelven. Ugye ebben is van egyfajta felelősségvállalás, kockáztatás, ugye, hogy milyen információra van szükségünk, és ugye hát valljuk be, egy vadidegen felnőtt külföldinek hangzó emberrel kell beszélni, izgalmasan várjuk, hogy hogyan sikerül, de hát abszolút a valós életet próbáljuk lemodellezni, interjút készítenek a szemtanúval. A harmadik nap kezdődik a helyszínnek a lemodellezése. Itt most megpróbálok Borisnak jogot adni, illetve magamtól pedig levenni a hangot, és akkor most átadnám a szót Várkonyi Boris diák szervezőnknek, aki nagyon sok segítséget adott már eddig is a CodeWeek szervezésében. Jó estét kívánok mindenkinek, lehet hallani? Esetleg. Igen. Jó, köszönöm szépen. Szóval a harmadik napon a helyszín lemodellezését a Minecraft nevű játékban fogják megcsinálni a diákok. Ami előtt, hogy pontos legyen a modell, egy drónnal körbe mehetnek az iskola körül és fölött, és ez alapján kell nekik lemodellezniük az iskolát és a tett helyszínét az iskolán belül Minecraftban, és később ezt a modellt kell majd használniuk ahhoz, hogy elkészítsenek egy videót, hogy hogyan mozoghattak a rablók, és egy ilyen modellt, hogy a rablás maga hogyan történhetett, tehát ezt rögzíteniük kell, és ez a végső produktomban is majd szerepelni fog. A negyedik nap geolokációs feladatok lesznek, ami abból fog állni, hogy a diákok képeket fognak kapni Budapest több híres épületéről, a Petrikről, és ezek alapján, a képek alapján neki ki kell találniuk, hogy milyen útvonalon haladhattak a rablók, és ezek mind híres épületek, tehát írniuk is kell majd róla valamit az épületről, ezzel a földrajzot is belevittük egy kicsit, meg az általános műveltséget a ezeket az épületeket közben megismerik. Az ötödik napon széftörés fog történni a Mikrobittel, ami egy kis chipnek nevezhető valami, amit meg is fogunk mutatni, hogyha elindul a videó, hogy néz ki, és hogy hogyan működik, utána mondok róla többet.
Tehát ez egy ilyen Arduino-hoz, vagy egy ilyen kis chip, aminek van egy képernyője, és gombok vannak rajta. Tehát hardveresen fognak tudni széfet törni, mivel hogy a képen is látták, hogy kettő van. Az egyik lesz maga a széf, a másik pedig a kulcs, amivel fel kell törni. Nagyon egyszerű lesz nekik ezt leprogramozni, mivel hogy le is kell programozni a kulcsot, amivel a széfet törik. Ez ilyen Scratchhez hasonló blokkokkal kell programozni. Annyit segítettünk, ugye a nem informatikusok miatt, hogy behúztuk előre az összes blokkot a felületre, amit használniuk kell, és minden érték is meg van adva, úgyhogy csak össze kell rakniuk a blokkokat úgy, hogy működjön és kijöjjön a végén, és fel tudják törni vele a széfet. És itt lesz a megoldása a széftörésnek, amit a széftörés után kapnak, de itt már vissza is adom a szót Tóth Éva tanárnőnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnézést, egy pici technikai hibába ütköztem, elvesztem a saját prezentációm rejtelmeiben. Ahogy Boris is említette, a mikrobiteknél, ugye, tehát az egyik mikrobitek kinyitják, ami széfként funkcionál, ki tudják nyitni a másikat, és a megoldás, ami a másik mikrobitbe el lesz rejtve, az nem más, mint egy GPS koordinátának a hiányzó része. Itt láthatjátok a megoldást is, illetve a második oszlóban kérdőjelekkel ugye a hiányos GPS koordinátákat, amit ha kiegészítenek a megkapott négyjegyű számmal, akkor meg fogják találni, hogyha elmennek arra a helyre, ami egyébként maximum 5 percre van a Patricktől, azt a kódot, ami megmutatja nekik, hogy mi is volt a rablóknak a valódi indítéka, ami nem más, mint ugye a Patrick Grál. Milyen végső produktumot várunk el a diákoktól? Úgy gondoltuk, hogy megkérjük őket, hogy dokumentálják egész héten a feladatokat. Például hogyan nyomoznak, mi történt a helyszínelésnél, szerintük ki a tettes, miért is tette azt, hogy történt a rablás, illetve ami nagyon fontos, ugye a visszajelzés, hogy ők mit is tanultak a héten. Nézzünk még pár ötletet, amit ha lett volna időnk és kapacitásunk, használtunk volna, de el fogunk tenni jövőre. Hát, hogyha nektek valamelyik elég inspirációt jelenthet, és tudjátok használni. A nyeremények. Hát maradtunk a Casa del Papeles vonalnál, ezért 3D nyomtatott kulcstartókat fognak kapni, illetve okleveleket. Itt az oklevél kapcsán volt egy nagyon, nagyon kedves történet, hogy Anikóval megszerkesztettük, de jó, kinyomtattuk, hú, mivel lesz aláírva, ugye? Mert hogy egy ilyen alapot nem nagyon könnyű, ezért ezt is a titkos UV-filccel fogjuk, nem tudjuk, hogy valamelyik diáknak valaha fel fog ezt tűnni, hogy alá is van írva, de hát erre is fogjuk tudni használni. Akik esetleg már hallgatták a korábbi előadásaimat, hogy nekem nagyon mániám a kilépő cetli, ezt idén is meg szeretnénk kérni a résztvevő, mint egy 50 diáktól, hogy tegyék meg. Itt ugye nagyon fontos volt, hogy kellett húznunk egy számot, aminél lezártuk a jelentkezést a járványügyi helyzetre való tekintettel, és egyébként is véges ugye a kapacitásunk, ezért 12 csapat 4 fővel jelentkezett. Nagyon izgatottan várjuk, hogy ők hogy fognak erre visszatekinteni, hiszen ugye, mint már Anikó is utalt rá többször, nagyon bennük van ez a sztereotípia arról, hogy valóban a programozás és a kódolás az csak az informatikusoknak való, és csak a szigorú értelembe vett kódolás jelenti. Úgy gondolom, hogy abszolút hiteles akkor ez az egésznek a képe, hogyha beszélünk egy kicsit a nehézségekről, amiken túl fogunk jutni.
a túllelkesedés, de ez úgy gondolom, ez nem újdonság, és hogy kicsit vissza kell fogni magunkat. Nagyon fontos volt, hogy a kevésbé rutinos kollégák számára is kihívást jelentett, de nagyon örülünk, hogy kitartottak és támogattak minket. Volt benne azért egy ilyen kettős tervezés is, hogy mi történik, hogyha mondjuk valaki otthonról követi, és akkor így jött akkor a Teams-es csatorna megoldás, ami fantasztikusan működött a digitális témahét alatt is. Nehézséget jelent mindig az új segítő diákok felkutatása, de szerencsére, amint egy ilyen programba bevonunk valakit, és tényleg magáénak érzi, visszajönnek, és ez akkora nagy visszaigazolás a mi számunkra is, hogy mennyire fontos, ugye nem csak a 21. századi készségfejlesztés, hanem ugye egy óriási személyiségfejlődésről beszélünk, és például szerdán tartottunk egy próbát arról, ugye, hogy egy főpróbát a Codewikről, és jöttek vissza a régi diákok, akik szerveztek, mert annyira jó ilyenkor együtt lenni, és együtt csinálni valami maradandót. Nagyon nehéz volt, hogy megoldható legyen nem informatikusoknak, de mégis kihívás legyen az informatika szakosoknak is. És ugye hát vannak saját kereteink, időben és fizikailag is, bármennyire is nehéz ezt elfogadni. És ugye van benne egy ilyen állandó nyomás a megújulásra, hogy mindig szeretnénk jobbat, szebbet, mint tavaly volt, de úgy gondolom, hogy ez egy óriási lépés, hogy sikerül egy hétté. Tényleg a különböző területeket sikerült egy hetes történetté összekovácsolni. Illetve sokszor, ami nekünk nem egyértelmű, az nem biztos, hogy a diákoknak is az, és ezúton szeretnénk jobbulást kívánni az egyik segítőnknek, akit például baleset ért körülbelül 2 hete, amint tervezést, úgyhogy például ilyen akadályok is adódtak. Még pár eszközt szeretnék nektek mutatni, hogyha beleférne a hétbe, de akár én úgy gondolom, hogy ezt bármelyik tanórára be lehet vinni nem csak a kódolás hetének az idejében, illetve ugye sokszor ijesztő lehet, ha nagy volumenű programokat valósít meg az ember, de ugye ezt mindig a legkisebb lépéseknél kezdődnek ezek. Összegyűjtöttem nektek ide pár cuki és aranyos, akár levezetőnek, vagy éppen használható feladatot. Például nagyon tetszett az EduGames-nek az oldalán, amit láttam, ahol szavakból lehet sudokut csinálni, illetve látok ezt a macis kódolósat, amit én biztos nem tudnék megoldani, de itt nagyon szuperül mutatnak hozzá worksheeteket, illetve ilyen egyszerű kódfejtősöket is. Ugye nagyon érdekes, hogy a korosztálytól függetlenül mennyire jól tudnak ezekkel szórakozni a diákok, és ugye mennyire másfajta gondolkodást igényel. Amit nagyon szeretünk, és ugye az elején nagyon a bűntények irányába indultunk el, az például a ransomizer, amivel például ilyen, mint hogyha ugye újságból kivágott fenyegető cetliket írnánk. Hát most ezt nem használtuk végül. Illetve gondolkoztunk ilyenre is, hogy esetleg lenne publikus levelezés, vagy SMS váltás az elkövetők között, de aztán végül erre sem került sor. Egyébként az iPhone fake textbe egészen onnan be lehet állítani, hogy hány százalékon van az aksi, és milyen hálózatot használunk, mindenféle érdekes dolgot, úgyhogy bármilyen tantárgyba hasznos lehet szerintem az eszköz is. Szintén nagyon tetszett a RootFox-nak ez a Crack the Code, ahol ugye egy 3 jegyű kódot kell úgy megfejteni, hogy 5 számról kapunk valami állításokat, például látjátok 769 esetében, az egyik szám jó és jó helyen van, a 162-ben semmi sincs jó helyen, és ugye itt így logikailag ki kell következtetni, hogy akkor mi lehet. Mielőtt a Mikrobit feljött, mielőtt nem láttuk ezt a szuper videót a Győri Mobility-ből, hogy ami inspirált minket erre, hogy mi is használjuk, gondolkoztunk egy ilyen kódtörésben is, ami esetleg jó lehetett volna.
És ugye hát az angolos beszél belőlünk, hogy volt benne egy ilyen spy name generator is, ahol esetleg kémneveket tudtak volna maguknak generálni, de hát ugye végül nyomozó csapatok lettek, és nem kémek. Úgy gondolom, hogy a sikeres hét szervezéséhez a kulcs mindenféleképpen a kollégák összefogása. Ezt nem tudjuk eleget hangoztatni, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy évről évre egyre többen, ahogy Anikó is mondta, hogy már szeretnének részt venni benne. Az, hogy kikérjük a diákoknak a véleményét, legyen az volt vagy új diákunk, és bevonjuk őket a feladatok gyártásába, hiszen ugye valljuk be, hát ők állnak azért legközelebb korosztályba egymáshoz. Nagyon fontos a vezetői támogatás, hiszen egy ilyen támogató légkör nélkül ez nem működhetne, illetve az, hogy ami hajt minket előre, az mindig a szakmai fejlődésnek a lehetősége. És ezt mi ilyen misszió szinten űzzük ezt, hogy ezt a távoli témát valahogy közelebb hozzuk, úgyhogy hogy mi sem vagyunk informatika tanárok, és hogy lebontjuk ezeket a sztereotípiákat. És ugye itt ugye óriási személyiségfejlődésről beszélünk nem csak a diákok, hanem a tanárok szemében is, hiszen valljuk be, mi is rengeteget tanulunk ebből, és nagyon sok, nagyon nagy élmény számunkra is, hogy a diákokkal ilyenkor együtt lehetünk. Mi ennyit gondoltunk elmondani ezen a webináriumon. Nem tudom, hogy Anikó vagy Boris szeretne még valamit hozzátenni, illetve nagyon szívesen válaszolunk, hogyha van esetleg bármi kérdés.